Mágneses töltők. De hogy mire is jog? Például töltöd a telefonodat, hirtelen meglátod egy késésben, vagy felugrasz, megragadod a telefont, és elrahannál. Na most ebben az esetben nem tépet ki a kábelt a falból. Nem rossz mi. Az ilyen helyzeteket tudja mellőzni, meg persze általános kényelmet is biztosít egy mágneses töltő. De hogyan is működik? Alapvetően minden csomagban kapunk egy kábelt, aminek ugye nincsen a végén egy töltőfej ez ugyanis a telefonban van mindig, és ez a töltő kábel, ez egy mágnessel csatlakozik ilyenkor a telefonokon lévő kis végződéshez. Ebben a videóban három darabot fogunk megtekinteni, kettőféle mágneses kábelt és egy darab adaptert. Itt a két kábel nyilván egyértelmű, de hogy mire is van az adapter? Hát ha van egy nagyon pöpec kábeled, ami mondjuk jobb, mint amivel együtt jön maga a telefon, és szeretnéd azt használni, de közben a mágneses töltés adta előnyöket is szeretnéd élvezni, akkor használsz egy adaptert. Nézzük is őket egyesével. Az elsőt onnan ismerhetjük meg, hogy egy sor érzékelő van a belsejébe, illetve a feje az kisebb, mint a másik kettőnek, amit itt be fogunk mutatni. Van egy jelzőfény, ami mutatja, hogy mikor megy át rajta áram, és mikor nem, értve, hogy mikor nincsen bedúva a telefonba, mikor tölti, és mikor van készen. És ez a kábel négy kerek dollárba kerül. A második töltőkábelünk kettősor érzékelővel van ellátva, és ezen a darabon nincsen jelzőfény, viszont szűt kábellel van ellátva, ami megadályozza, hogy összegabajodjon, és nyilvánvalóan sokkal strapabírabb lesz, mint amit alapból kapunk a telefon mellé. Ez a set 5 dollárba kerül. A harmadik pedig egy adapter, a van ellátva, és ezen is kettő sor érzékelő található, 4,5 dollárért. Most pedig jöjjön a válasz a nagy, várovárt kérdésre, hogy e közül a három közül melyiket is érdemes pontosan megvenni? Nos, először is nem az elsőt. Tekintve, hogy ennek van a legkisebb mágneses fémföldete, ez nagyon gyengén kapaszkodik a telefonhoz. Ennek okán, hogyha lerakjátok a telefont úgy, hogy az nem tetszik-e feltétlenül a madzagnak, kicsit ívesen rakjátok, hogy a kábel nem egyenesen jön ki a telefonból, akkor hajlamos arra, hogy csak úgy ledobja magát a telefonra, kábel, és akkor nem nagyon tölt semmit. És ez a megoldás így már már, -már majdnem mint mintha nem lenne mágneses töltőnk. A másik kettő közül pedig igazából, ha van egy nagyon jó minőségű kábeled, mint például az Enker, ami nekem van, akkor nem feltétlenül kell ugye lecsérned, vesz nyugodtan egy adaptert, míg más esetben nyugodtan vedd meg a kábeleset. Viszont azt mindenképpen tartsatok figyelembe, hogy a jó mágneses töltők kicsit szélesek, tehát az olyan tokok, amik csak akkor a helyet engednek meg a töltő egységnek, mint amikor a maga az eredeti lightning kábel, akkor azokkal nem feltétlenül fognak jól működni ezek a töltőfejek, mint látható itt az iPad-nek a tokja sem feltétlenül volt hajlandó együttműködni. Az adapter még olyan szempontból egy jó ötlet lehet, hogyha a kábelet tönkre megy, akkor nem kell egy másik ilyen mágneses fejű töltőt venned, hanem bármilyen másik olcsó hagyományos kábeleket vásárolgathatsz, és ugye ezt a mágneses fejet, ez mindig megtartatod magát az adaptert, tehát ez valamilyen szinten mondható költséghatékonynak, hogyha úgy tetszik. Szóval a le lehet vonni, hogy nem jársz rosszul sem az adapterrel, sem a kábellel. Az adapternek vannak egyes pozitívumai, amivel jobb lehet, mint hogy egy átlag kábeles, csak egyre figyeljetek oda. Ha vásároltok, akkor olyat vágyjatok, aminek a leírásában benne van az, hogy fel tud tartani például egy telefont, úgy is annál fogva lógatni. Mert hogyha erre képes, akkor normálisan meg fogja tartani magát, miközben töltötök. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot, és hogyha nem szeretnétek nem maradni a későbbiek törzse, akkor iratkozzatok fel csatornámra. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, és következő videónál újra találkozunk. Addig is tetszik, és sziasztok! i try